A gyökérzöldségeket is kiszedem most, mert jövő hétre már csapadékosabb, hűvösebb időszakot jósol a meteorológia, és nem érdemes megvárni, amíg sáros, maszatos lesz a talaj, és nem tudom tisztán tárolásba berakni a sárgarépát, petrezselyem gyökeret. Természetesen a sorok már hiányosak. Évközben általában a szebb és nagyobb répákat szedtük ki a felhasználáshoz. Vannak benne kisebbek is, vannak olyanok is, amit megrágott valamelyik talajlakó kártevő. A petrezselyem zöld egészséges levelét is hasznosítani fogom. A szárazabb, betegebb leveleket leszedem, és kézzel letöröm a friss levélhajtásokat, mert ezeket letisztítva, megmosva a fagyasztóba tudom tárolni, és egész télen tudok gyakorlatilag friss petrezselyem levelet használni. A leveleket ne késsel vágjuk el, és különösen ne közel a gyökérhez, hogy megmaradjon a petrezselyemnek is és a répának is a középső kis levélkezdeménye, mert így fölülről a tárolás közben nem rohad be. Répánál is ugyanez a helyzet, kézzel könnyen letépjük, és nincs egy nagyobb vágási felület a répa felső részén, ahol a baktériumok és az egyéb gombafajok megtámadják a gyökeret a tárolás közben, és ott berohad. A répa gyökereket a zöldjétől megszabadítottam, és nedves homokba rakom be a gyökereket. Nem túl nedvesbe, de nem is szárazba, hogy azért ne száradjanak ki. Rétegelve rakom a homokot és a répa gyökereket. Úgy rakom két irányba, hogy a csúcshajtások kapjanak levegőt és kifelé álljanak, és azért minél több elférjen egy-egy sorba. Természetesen közbe válogatom is, ami sérült, vagy például megrágták a mesztelen csigák a talajba, azt külön teszem gyors felhasználásra. Itt is elég sok rágás van rajta, félő, hogyha tárolásra rakom be, akkor ez elkezd romlani, rohadni. Két oldalra fordítva úgy rakom a gyökereket, hogy minél több férjen el egy sorba. Ami kicsi vagy torzan növekedett, azt is külön teszem. Ez is szétrepett a hirtelen csapadéktól. Ez is sérült már. Minél jobb hely kihasználással rakom be. Ez is sérült. Amikor egy-egy sort berakok, akkor leterítem újból nedves homokkal. Beterítettük, jöhet rá a következő sor. A petrezselymet ugyanúgy rétegesen sorba a homokba rakom, enyhén nedves homokkal takarom le. Ezután már nincs más dolgom, mint hogy a ládába rakott zöldségeket a kis zöldségtároló pincébe berakom. A pince talajjal körülvett építmény, így a talaj hőmérséklete folyamatosan biztosítja a fagymentességet. Thank you.
Október második fele van, már hajnali fagyokat is mínusz 3-4 fokot ígér a meteorológia a következő napokra, sőt talajszinten ez 1-2 fokkal több is lehet. Már az utolsó földben lévő zöldségeket is kiszedjük. Kiszedjük a zellert, a céklát és a karalábét is. Talaj nagy részét leszedem róla. A gyökereket megkurtítom. De azért hagyok rajta. Az öreg leveleket letépem. Itt hagyom kint. Az épp egészséges leveleket szintén letépem, és azt beteszem külön, mert ezt átválogatva, megtisztítva hasznosítani lehet egész tél folyamán. A fagyasztóba betéve használható. Figyelek arra, hogy a kis középső levélkezdemények megmaradjanak, ne szakítsam ki teljesen a közepét, mert onnan indul könnyen meg a rohadás, a gumónak a tönkre menetele. 3-4 mozdulatból ki lehet venni a gumót. Tisztítjuk egy kicsit. Gyökereit visszavágjuk, de nem teljesen a gumóig. Az öreg leveleket leszedjük. A fiatal zsenge leveleket épült le külön. Szép egészséges gumó. Nagy rész sima felülettel. Az idei magszórásból kelt már ez a fiatal kapornövény. Ezt is kiveszem és a hűtőbe teszem be. Ez egy nagyon friss zsenge fűszernövény lesz itt. Karalábé gyökerének a nagy részét is levágom, elvágom. A szép, egészséges leveleket, akár mint az ellernél is, itt is külön válogatom, leforrázva és lefagyasztva. Nagyon jó lesz a töltött karalábénál a töltelékeket belecsavarni. A leveleknek egyébként is nagy a vitamin és a tápanyag tartalmuk. Nagy a kálium tartalma is, és a C-vitaminban is gazdag. A szárrészt és a gyökér egy részét is direkt meghagyom, mert ha ezt letörném, akkor hamarabb kiszáradna, és hamarabb tönkre menne a tárolásnál. Így viszont az alsó szárrész is lezárja a gubórészt, és sokáig tárolható. És úgy szúrom ki az ásóval, hogy a gyökér egy nagy része le legyen vágva a gumóktól. A leveleket leszedem, mert a gumóból szívják ki a nedvességet, így a tárolhatósága csökkenni fog. És meghagyom a kis levélkezdeményeket a közép részen. A maradék leveleket összegyűjtöm és komposztálom, mint a többi kerti hulladékot. Ez a karalábésor a borsó után lett másodültetésként kirakva. Ezek is szépen kifejlődtek, szép zsenge, de azért méretes karalábé fejek lettek. Ezeket is ki kell szedni, ezek se bírnák már a mínusz 4-5 fok hideget. A cékla is másodvetésű növény. A borsó után vetettem, eleve tudtam, hogy nem fog nagy méretre megnőni, de ez a méret tökéletes a feldolgozásra is, és nagyon friss zsenge. Sütve, főzve és savanyúságnak is felhasználható folyamatosan. A tárolásra sem kényes. Szuper tövénynek is nevezhetjük, mert annyi jó hatása van. Antioxidáns, immunerősítő, az emésztőrendszert támogatja,
nagyon jó vérképző, és rengeteg nyomelemet is tartalmaz. Így most már a kertből betakarítottam az összes zöldséget. A zeller alá tettem egy kis homokot, itt a gyökerek érintkeznek vele, de a karalábé alá nem kell semmi. A pince levegője elég nedves, úgyhogy a karalábé kibírja a nélkül is.